Na sziasztok! 17-es bázispont Királyhágó teret kezdjük meg, ahol a hegyvidéki hősök és művészek vannak. Ez az alap. Itt a játéknak az eleje és a folytatása. És rögtön megyünk is az első ponthoz, ami Szabó Lőrinc emléktábla Németvölgyi út 16-ban. A feladat pedig ez. Először is meg kell keresni az emléktáblát, másodszor is egy szintjelet, ahol számokat kell nézegetni. Mutatom, hogy hol vagyok. Az a Németvölgyi út páratlan oldala. A páros oldala pedig itt a másik oldalon. Kész. És ami nekünk kell, az az emléktábla, amit ott mindenki lát, az a szép fehér. Azokon kell számokat nézegetni. Ott is van, a másik pedig egy szintjelet kell keresni boka magasságban, ami pedig itt van. Remélem lehet látni, mert elég sötét. De amúgy ennyi, úgyhogy baktatunk is tovább a második ponthoz. Nos, itt vagyunk második pontnál, György udvar, Budapest Alkotás utca 13. Ez a feladat. Egy nevet kell keresni a bejáratnál. Igen, megkeressük, csak mutatom, hogy hol vagyok. Hogy ott van a déli pályaudvar, itt jönnek a villamosok, legalábbis egy. És itt egy sarkon állok. Tehát ugye itt az Alkotás utcának a sarka, itt megy föl továbbra is az Alkotás utca. És itt van az ajtó, aminek a két oldalán vannak ezek az ábrák. És szépen fölkamerázok, és lehet keresni a szót. Remélem mindenki látta, mert mi megyünk a következő pontra. Nos, megérkeztünk Arany János portréhoz, ami a 3-as pont, Márvány utca 32. Egy villamos megállóba vagyok. Itt van Arany Jancsi, itt vannak autók, itt a villamos, ez a 61-es villamosnak a megállója. És Arany János ugye itt van, hatni. Ami fontos, hogy ugye meg kell tudni, hogy mikor született és meddig élt, itt van. Továbbá, hogy kire néz, az pedig ott van. Úgyhogy ez valaki meg tudjátok oldani, remélem, és megmegyünk is tovább. Na sziasztok, itt vagyunk 4-es pontnál, Toldi Dombor művek, Böszörményi út 19 A és C. Ez a feladat. Mutatom egyelőre, hogy hol vagyunk. Ugye itt a Böszörményi utca, itt szépen végig megy. És ami még jól lehet, az a tempó, aminek a tornya kilóg, és ez alapján könnyen megtalálod. És itt van a Böszörményi út 19A, itt van a tárbája, itt van valami közjegyző. És ami kell nekünk, az a Toldi Dombor mű itt a farkasokkal. Lehet számolni, hogy hány farkassal küzd, mert az az egyik feladat. Ha megvan, akkor meg kell keresni Toldit és piroskát ábrázoló képet, amit én tudom, hogy hol van, úgyhogy meg is mutatom nektek. Az utca végén, úgyhogy gyorsan elfutunk odáig. Vannak a leveleknél, ahol a kocsi áll, majd szintén fölnézünk a falra, mint az előbb. Itt van Toldi és Piroska. És most, hogy ez megvan, ugye az a kérdés, hogy az előző dombormű ehhez képest hol helyezkedik el, és onnan le kell mászkálni abba az irányba annyi házat, hogyha most visszamegyünk oda, honnan jöttünk, és lemegyünk három házat, mert annyi farkas volt szerintem rajta körülbelül. És ezt sajnos muszáj megmondanom, mert ugye oda kell menni a videóba. Úgyhogy most ismét egy hosszú utazás, kocsi már ismerős,
Összerohanunk az aljára, és tovább megyünk három házat, hogy ott felfedezzünk egy építési dátumot. Megyünk szépen lefelé a Szörményi úton, és itt ugye itt van a Böszörményi útnak a sarka. Egy vendéglő, vagy mi az Isten, majd itt most meglettünk. Nekünk nem az kell, hanem át kell menni az úton. És az a ház kell, ahol szintén vadállatok vannak a sarkon, mint az előző Toldinál. És az itt is van, most megyek el mellette, de természetesen ráfordulunk. Ott vannak a vadállatok. És ami nekünk kell, a háznak az építési évszáma, úgyhogy azt is megmutatom. Ott van mi. Úgyhogy ennyi lenne a négyes pont, megyünk is tovább. És megérkeztünk 5-ös 1-ben utolsó ponthoz, Bírák és Ügyészek telepének emléke, Rágy György utca 26. Itt állok a sarkon, itt kezdődik szerencsére 26, a sarkon a másik utca pedig Tóth Lőrinc utca. Körbenézek azért, hogy hol vagyok. Itt van Onkinak a háta, és itt megy szépen fölfelé Rágy György utca. Mi a feladat? Ezt a két ábrát kell keresni a házakon, ugye lehet a 26, 28, 30, illetve 32-es házon. Úgyhogy most átmegyek a másik oldalra, és szépen fölveszem az összes házat egymás után, és akkor mindenki keresgetheti az ábrákat. Szóval ezt a kettő ábrát kell nézni, először a 26-os ház. Ennyi, megyünk a 28-asra. Ez a 28-as ház. Megyünk a 30-as házra. Itt látható a 30-as ház a fák mögött. És megyünk az utolsó 32-es házra. Ez az. És remélem mindenkinek sikerült megtalálnia, mert ebben véget is ért a 17-es bázispont, úgyhogy sziasztok!